A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma november 10-e Réka és Tibor névnapja van. 573 éve a törökök elleni hadjárat során a Várnai csatában 20 éves korában meghalt első Ulászló magyar király. 1483-ban született Luther Márton, német teológus, a reformáció elindítója. Most pedig következzenek a nap kiemelt hírei, először röviden. Az elmúlt 7 év a nemzetegyesítés időszaka volt. A következő időszak a nemzet építésének időszaka kell legyen, mondta a magyar miniszterelnök a máért ülésén. Képzéseket indított az MNT az óvodás gyermekek nevelése érdekében. Komoly felújításon esett át az Óbecsei Gerontológiai Központ. Sertésnapokat tartanak Szabadkán. Az elmúlt 7 év a nemzetegyesítés időszaka volt. A következő időszak a nemzet építésének időszaka kell legyen, mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten a Várkert bazárban. A 16. magyar állandó értekezletet megnyitó beszédében arra is kitért, fontos megerősíteni a családot. Ezért a 2018-as év a külhoni magyar családok éve lesz. A máért elején Semjén Zsolt magyar miniszterelnök helyettes elmondta, a magyar állam értelme és célja az, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, és ez csak akkor lehetséges, ha minden nemzetrész megmarad. Semjén hozzátette, ehhez egy erős anyaország és nemzetpolitika kell, és ezt sikerült elérni. Értetni arra, hogy a máért egy különleges formája a magyar politikai közéletnek. Orbán Viktor beszéde elején köszönetet mondott a külhoni magyaroknak, hogy az elmúlt 7 évben jóban-rosszban kitartottak Magyarország mellett. A magyar miniszterelnök kiemelte, Magyarország közelebb van a szomszédaihoz, mint eddig valaha. A magyar nemzeti érdek az, hogy legyen erős Szerbia, erős Románia, erős Ukrajna, erős Szlovákia, erős Horvátország, akikkel aztán Magyarország szintén erős országként gyümölcsöző együttműködést és kapcsolatot tud kialakítani. A magyar miniszterelnök kitért a 2015-ben indult migrációs hullámra is. Orbán Viktor hangsúlyozta, elsősorban Brüsszelben mondták azt, hogy ezt a folyamatot nem lehet megállítani. Én nagyon komoly nemzeti teljesítménynek tekintem azt, hogy a magyarok bebizonyították, hogy meg lehet állítani. Itt külön is köszönetet kell mondanom a délvidéki magyaroknak, hiszen őket érintette ez a válság leginkább. Nem csak fizikai mi voltjában, hogy rajtuk ment keresztül, hanem hogy oda kellett egy kerítést építeni, ahol egyáltalán nem akarunk kerítést látni, hiszen magyar közösségek is élnek a határ másik oldalán is. Azt, hogy a délvidéki magyarok ezt megértették, elfogadták, sőt a szerb kormánnyal is támogattatták, azt én egy komoly teljesítménynek tartom, és az elnök úrnak, pásztor elnök úrnak külön is köszönöm. A demográfia megerősítésével lehet megakadályozni azt, hogy a nemzet ne gyengüljön meg, fogalmazott Orbán Viktor. Magyarország pedig a családpolitika megerősítésén dolgozik, ezért is lesz 2018 a magyar külhoni családok éve. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, bizonyos családtámogatások rendszerét az államhatáron túlra is igyekeznek kiterjeszteni, és komoly kárpát-medencei családpolitikai rendszer kiépítését tervezik. Szavai szerint a Kárpát-medencében a jövőt magyar nyelven írják, mert van jövő, és arról érdemes gondolkodni. Emellett azok is jól járnak, akik együttműködnek a magyarokkal. Hogy azt is láthatja mindenki a Kárpát-medencében, hogy aki együttműködik a magyarokkal, az jól jár. Ha nem csak helyesen, erkölcség és filozófia cselekszik helyesen, hanem jól jár. A magyarokkal együttműködni, ha a szerbek ezt megteszik, akkor jól járnak. Ezt a Vučić elnök úr többször nyilvánosan elmondta. A miniszterelnök végül kitért a szavazati jog kérdésére. Szerintem a magyarországi magyarok szempontjából, tehát most a magyarországi magyarok felől nézem az ügyet, a mostani helyzet elrendezése igazságos, helyes és igazságos. Jól képezi le a valóságot, amely abból áll, hogy mindannyian egy nemzethez tartozunk, de különböző helyzetben vagyunk. Az anyaországi magyarok más helyzetben vannak, mint a határon túli magyarok. Ezért van az, hogy a választójognak azt a speciális kiterjesztését választottuk, és ezért tudták ezt a baloldali pártok is korábban támogatni, meg jól értettem, mert ugye a magyarországi magyarok, azok, mikor szavaznak, akkor kettő szavazatot adnak le, a határon túli magyarok meg egyet adnak le. A miniszterelnök arra biztatta beszéde végén a külhoni magyar állampolgárokat, hogy minél nagyobb számmal regisztráljanak és vegyenek részt a jövő évi magyarországi országgyűlési választásokon.
A magyar miniszterelnök beszéde után a 16. magyar állandó értekezlet ülése zárt ajtók mögött folytatódott, ahol a határon túli nemzetrészek képviselői számoltak be az őket érintő legfontosabb kérdésekről. Vajdaságban folytatódik az építkezés, a nemzetpolitikai célok végrehajtása. Ezt nyilatkozta a Pannon RTV-nek Budapesten Pásztor István, a VMS elnöke. A magyar nemzetpolitikai államtitkár pedig a családi támogatások kiterjesztésének fontosságát hangsúlyozta. A saját jövőképünk a célkitűzéseink megfogalmazása. Ez vár ránk az elkövetkezendő időszakban, fogalmazott Pásztor István a Máért ülése után. Ezek megvalósítása érdekében pedig az anyaország erkölcsi és anyagi támogatását kérik. A VMS elnöke hozzátette, ha sikerült az Európa Kollégium vonatkozásában, a falugondnoki rendszer és a gazdaságfejlesztési program tekintetében, akkor nincs akadálya annak, hogy más elképzelések is sikerüljenek. Én azt látom, hogy egyrészről valóban számban megfogyatkozott a vajdasági magyar közösség, ugyanakkor életerejében töretlen maradt, és még ebben a pillanatban is rendelkezik azzal a szakmai, politikai, közösség megtartó potenciállal, intellektuális erővel, ami lehetővé teszi mind az elképzelések megfogalmazását, mind pedig azoknak az életre hívását. 2018 a családok éve lesz Magyarországon, és a magyar kormány ezt kiterjeszti a határon túli területekre is. Így a tematikus évek keretében a következő a külhoni magyar családok éve lesz. Szeretnénk azt, hogyha a családok számára is tudnánk kérni pályázatokat. Még ezeket az elképzeléseket össze kell fésülni a magyarországi, az EMMI által kiírt pályázatokkal, illetve elképzelésekkel, és majd utána fogunk erről bővebben, részletesebben tájékoztatni, de ami biztos az az, hogy az eddigi vállalkozói, családi vállalkozói pályázatainkat biztos, hogy visszük tovább. Az államtitkár hozzátette, azt szeretnék, ha a magyarországi családtámogatási rendszerből minél több mindent át tudnának ültetni a külhonba is. Potápi Árpád János kiemelte, céljuk, hogy pár éven belül ne legyen különbség a magyar gyerekek körülményei között, akár Szabadkáról, Kolozsvárról, vagy például Szegedről, vagy Budapestről van szó. Néptánc módszertan témakörben tartanak háromnapos képzést Topolyán. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program részeként valósul meg az oktatás, amely középpontjában a hagyományos magyar értékek, a korszerű pedagógia, valamint elsősorban a gyerekek sajátos igénye áll. Magyar néptánc, ének és játék állt a néptánc módszertani továbbképzés középpontjában, amelyet a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központban szerveztek meg az óvónők számára. Szinte napi szinten, de hetente legalább egyszer-kétszer mindenképpen foglalkozunk ez a népi hagyományokkal, és igyekszünk beépíteni a munkánkba. Az óvodafejlesztési program keretében Budapesten októberben 20 vajdasági pedagógus vett részt 4 témakörben továbbképzésen. 5-en az Így tedd rá elnevezésű néptánc módszertani képzést már elvégezték. Nagyon-nagyon jó alap arra, hogy a gyerekek megtanuljanak táncolni, mozogni, tehát a mozgáskészségüket fejleszti, de mondom, nagyon sok játékkal és nagyon sok énekkel. Ritmusfejlesztés. A 80%-ban gyakorlati alapokon nyugvó képzést Balatoni Katalin néptáncpedagógus és neveléstudományi kutató dolgozta ki. Ez egy népi játék, néptánc módszertani továbbképzési program, aminek az a célja, hogy egy viszonylag megújult szemléletmódot tudjunk közvetíteni, aminek középpontjában a hagyományos érték és a korszerű pedagógia, valamint elsősorban a gyerekek sajátos igénye áll. A topolyai képzés is része a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak, amelyet a magyar kormány támogat. Vajdaságban az MNT bonyolítja le a programot. A program keretein belül, mint ahogyan említettem, az óvodafejlesztésekre, az óvodai épületek hozzáépítésére, felújításaira is sor fog kerülni ebben az évben. Életben már néhány önkormányzat területén ez folyamatban van, valamint minden iskolás kör előtti intézmény játéksarkot, illetve játszóteret is kapni fog a program keretein belül. A háromnapos képzésen Vajdaságból 25 pedagógus vesz részt Topolyáról, Óbecséről, Kishegyesről és Kúláról. Thank you.
4 megállapodást írt alá a Szerbia és a Boszniai Szerb Köztársaság az együttes kormányülést követően Belgrádban. Szerződést kötöttek egyebek között a légi közlekedés terén történő együttműködésről, az infrastruktúra fejlesztéséről, a 2017 és 2021 közötti időszakban történő kulturális együttműködésről, valamint a postai és a telekommunikációs forgalomról. Anna Brnabić szerb miniszterelnök kijelentette, a szerb kormány számára prioritást jelent a Boszniai Szerb Köztársasággal történő együttműködés, és a jövőben még inkább szeretnék ezt erősíteni. Mint fogalmazott, Szerbia az elmúlt 3 évben komoly erőfeszítéseket tett a makroökonomiai, pénzügyi és politikai stabilitás érdekében. Takav signal ne može da prođe dobro ukoliko nemamo regionalnu stabilnost, regionalno povezivanje. Dakle, svi smo mali, čak i Srbija koja je najveća regionalna zemlja, ipak smo malo tržište da bi bilo kakva nestabilnost u regionu ne bi značila i da smo mi rizični. Zato je Srbija toliko iskreno i duboko posvećena regionalnoj stabilnosti. A kormányközi ülést megelőzően Alekszandar Vučić szerb államfő és Milorad Dodik a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke, valamint Ana Brnabić, Szerbia és Zsejka Cvijanović a Boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke ült tárgyalóasztalhoz. Dodik reményét fejezte ki, hogy a Szerbia és Bosznia-Hercegovina közötti határvonal kérdése az év végéig megoldódik, habár véleménye szerint a szarajevói kormány bonyolíthatja a helyzetet. A szerbiai Jugovija és a boszniai Bratunac településeket összekötő híd munkálatai 2015 óta zajlanak. Elméletileg idén szeptemberben adták volna át, ez idáig azonban ez nem történt meg. A megegyezés szerint Szerbia építi az egész hidat, a boszniai szerb köztársaság pedig a közös határátkelőt készíti el. Dodik szerint ez utóbbival vannak problémák. Hozzátette, a mai ülésen politikai, gazdasági és regionális kérdések is szóba kerültek. Összesen 98 személy esetében mutatták ki eddig a kanyarót Szerbiában. A betegek közül 7 személynek okozott szövődményt a betegség, esetükben tüdőgyulladással párosul a fertőzés. A közegészségügyi intézet felhívja a lakosság figyelmét, hogy aki még nem tette meg, oltassa be gyermekét, hogy minél nagyobb országos védettség alakuljon ki. Büntető eljárást kezdeményeznek az Arangyalováci iskolai erőszak ügyében. A Kragujevaci Felső Bíróság megkapta az ügyész ezirányú indítványát. Az eljárást a fiatalkorúak bírája folytatja majd le a nyilvánosság kizárásával. Híradásainkban beszámoltunk róla, hogy 3 diák egyik társukat bántalmazta, ütlegelte a közép-szerbiai település műszaki középiskolájában, amiről videófelvétel készült és felkerült a világhálóra is. Az eset még októberben történt, azonban csak nemrég derült ki. Kábítószer birtoklás és árusítás miatt vettek őrizetbe 5 férfit. Az újvidéki BC-re és JC-re, valamint a szerbcse kettős állampolgárságú BB-re Prágában csaptak le a rendőrök, több mint 8 kg kokaint találtak náluk. Ezzel egy időben Újvidéken a helyi RC-t és SP-t vette őrizetbe a hatóság. A gyanú szerint ugyanis kapcsolatban állhatnak a Prágában elfogott banda tagjaival, áll a szerbiai belügyminisztérium közleményében. A rendőrök 110 000 eurót és több luxusautót is lefoglaltak. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Az 1944-es magyar ellenes atrocitásokról emlékeztek meg Zentán. Megtartotta novemberi diák hangversenyét a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola. Most kapcsoljuk a közügyek stúdióját. Szia Árpád, mivel várjátok a nézőket? Szerbusz Attének, köszöntöm a híradó nézőit. Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten. A tanácskozás fő témája a nemzetpolitika és a 2018-as tematikus év volt, de ugyancsak fontos szerepet töltött be a találkozón a bevándorlás és a közép-európai összefogás is. Mai közügyekben kiemelten foglalkozunk ezzel a témával. Bankbetét vagy szalmazsák, hova tegyük megtakarított pénzünket, a vélemények ebben megoszlanak, de mekkora is a bizalom a szerbiai bankrendszer iránt. Stúdió vendégeinkkel próbálunk ennek a kérdésnek a végére járni. A közügyek végén pedig a Szabadkai Városi Múzeumba látogatunk, és várjuk az intézmény igazgatóját is a stúdióba. Tartsanak velünk! Ne maradjanak le önök se a hét utolsó közügyekéről. Árpád, köszönjük!
Az Amerikai Egyesült Államok többé nem tűrheti el a tartós igazságtalanságokat a kereskedelemben, ragaszkodni fog az egyenlőség elvéhez, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök ma az ázsiai csendes-óceániai gazdasági együttműködés vietnámi csúcs találkozója előtt. Elvárjuk, hogy a piacok egyenlő mértékben negyedek nyitottak mindkét oldalon, mondta Trump. Az elnök felemelte szavát a szellemi tulajdonok elorozása ellen is, ami szerinte óriási kárt okoz az amerikai gazdaságnak. Végül ismét szóba hozta a fenyegetést, amelyet az észak-koreai nukleáris és rakétaprogram jelent a világra és azon belül a térségre. E térség és népei nem lehetnek túszai egy diktátornak, jelentette ki. Az APEC csúcs Trump 12 napos ázsiai körútjának negyedik állomása, előtte Japánban, Dél-Koreában és Kínában járt. Röviden beszélt egymással Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ázsiai és csendes-óceáni gazdasági együttműködés szervezetének csúcs találkozóján. A két államfő a protokoll fotózás alkalmából tudott néhány szót váltani, miután a csoportképbeállításon Trump Putyin jobbján foglalt helyet, majd a szertartás végén, mielőtt az APEC vezetők átvonultak egy közös fogadásra, megérintette az orosz vezetővállát. Az a hír, hogy a két világhatalom felhasználja a találkozót a kétoldalú párbeszédre, azután röppent fel, hogy a médiában megjelent, a Kreml szeretne asztalhoz ülni Trumppal. Azonban a Fehérház illetékesei később közölték, hivatalos találkozó nem szerepel a napirenden. Csaknem 3,5 évtized után esett át az első komoly felújításon az Óbecsei Gerontológiai Központ több mint 110 éves épülete. Kicserélték az intézmény ablakait, beépítettek egy teraszt, kibetonozták és akadálymentesítették az udvart, energiatakarékos ledizzókra cserélték a hagyományosakat, napelemeket szereltek fel és megszépült a külső homlokzat is. A korszerűsítésnek köszönhetően nem csak a bentlakók életminősége javul, de csökkennek a rezsiköltségek is. A beruházásra több mint 14 millió dinárt a közbefektetéseket irányító országos iroda biztosított, míg az áfát az Óbecsei önkormányzat állta. Az utóbbi időben Szerbiában zajlik az intézmények szabványosítása, és ilyen szempontból a jelenlegi beruházás ez óriási jelentőséggel bír az intézmény számára, ugyanis a föltételrendszer a minőség megszerzéséhez az elég rögös út, és sok pénzbe kerül, és többek között a vizes gócnak a szanálása, ez egy óriási segítség számunkra, mert meg kell, hogy valljam, hogy nem éppen a legjobban álltunk ilyen szempontból. Az első világháborút lezáró fegyverszüneti megállapodás emlékére a szombat állami ünnep Szerbiában. Változik több közvállalat és intézmény munkaideje országszerte. Szabadkán például az állami gyógyszertárak 8 és 13 óra között fogadják az ügyfeleket, kivétel a Városháza alatti egyes számú patika, amely folyamatosan nyitva lesz. A parking kommunális közvállalat ezen a napon nem fizetteti meg a parkolást Szabadkán. További információk a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com címen. Ismerkedő jellegű látogatást tett tegnap a magyarországi Együtt küldöttsége a Magyar Mozgalomnál. A megbeszélés során a két szervezet kölcsönösen ismertette tevékenységét és fontosabb politikai célkitűzéseit. A közlemény szerint szóba kerültek például a szerb-magyar határátkelőkön tapasztalható állapotok is, amellyel kapcsolatban az MM levelet intézett Magyarország több közjogi méltóságához. Az Együtt képviselői azt is hangsúlyozták, egyértelműen elhatárolódnak minden olyan magyarországi belpolitikai kezdeményezéstől, ami jogfosztást jelentene a határon túli, így a vajdasági magyarok esetében is. Az 1944-es magyar ellenes atrocitásokról emlékeztek meg csütörtökön este Zentán a Tisza partján felállított emlékkopjafánál. A megemlékezés gyászmisével kezdődött, amelyet Szeles Oszkár esperes plébános celebrált a Szent István kápolnában. Ezt követően az egybegyűltek égő mécsesekkel átsétáltak az emlékhelyre. 1944. november 9-éről 10-ére virradó hideg éjszakán az akkori reguláris hadsereg egyenruháját viselő fegyveresek 65 polgártársunkat hurcoltak el dróttal megkötözve ide, a folyóparti füzesbe, ahol tarkólövéssel végeztek velük.
A megemlékezésen beszédet mondott Stantics Sebastian, aki a békére és a jelen helyzetre hívta fel a figyelmet. Manapság is a világnak több pontjában hasonló szörnyűségeken mennek köröztül az emberek, és mivel ez egy megemlékezés, ennek szeretnék emléket állítani, hogy ők mennyi mindent, tehát ők a végső áldozatot meghozták annak érdekében, hogy mi itt békében élhessünk és megmaradhassunk magyarnak. Az áldozatok neveinek felolvasása után a Magyar Nemzeti Tanács, a zentai önkormányzat, valamint a helyi politikai és civil szervezetek tagjai elhelyezték a kegyelet virágait az emlékkopja fánál. Krönács Erika előadó művészt és Lőrinc Tímeát, a zentai Magyar Kamara Színház színészét fogadta a Ceglédi Rudolf Zenta polgármestere. A fogadás apropója, hogy mindketten a közelmúltban érdemeltek ki rangos elismeréseket a szakmájukban. Krönács Erika még augusztusban külhoni magyarság díjjal térhetett haza Budapestről, Lőrinc Tímea pedig október végén vehette át a Pataki gyűrűt, amely a legrangosabb vajdasági színházi elismerés. Megtartotta a novemberi diák hangversenyét a Művészetek Házában a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola. A rendezvényre 20 kis diák készült. A gyerekek szeptember óta készültek a hangversenyre, és a felkészítő tanárokkal közösen választották ki a szerzőt és a játszani kívánt művet. Harmonikán fogok játszani, és a karaktertáncot fogom előadni. A gyerekek körében közkedvelt hangszer a zongora és a gitár, de volt, aki harmonikán, furuján és hegedűn játszott. Az első osztályos tanulók zongorán Lili Petrovics műveit, míg az idősebbek többek között Schumann műveket játszottak. Minden hónapban az első szerdán szokott meg van tartva a diák hangverseny, és akkor hát úgy nézzük, hogy az összes gyerek legalább egyszer vagy kétszer évente föllépjen. Azért kellene így minden hónapban, hogy legalább egyszer legyen egy alkalom. A novemberi évadnyitó hangversenyen az elsőtől hatodik osztályos tanulók vehettek részt. Nem csak mangalica, hanem sertés és szürke marha húsból készült ínyedségek, különleges ízesítésű sajtok, valamint édességek és kézműves érdekességek is várják a látogatókat a Sertésnapok régi receptek és ételek elnevezésű rendezvényen Szabadka központjában. Az eseményt a Mangalica Tenyésztők Vajdasági Egyesülete szervezte. Sült hús és forralt bor illata csalogatja a látogatókat Szabadka központjában. Az érdeklődők csili paprikából készült különlegességeket is kóstolhattak Bácskosút falvi kistermelőknél. Több mint 40 kiállító, Laci konyhás, kézműves és különféle finomságokat bemutató árus helyezte el a standját a Kék Szökőkút melletti téren. Nagyon szeretem a hagyományos kézművességet is, és természetesen a gasztronómia is érdekel, tehát szeretek eljönni. Minden évben rendszeresen eljövök. A kiállítók nem csak Szabadka környékéről érkeztek, vannak Közép- és Dél-Szerbiából, a környező országok közül pedig Magyarországról és Romániából. Polgárok mellett, akik ugye finom ételeket, italokat kóstolhatnak és fogyaszthatnak, turisztikai szempontból fontos megemlíteni, hogy városunkban Magyarországról, Romániából, Zlatiborról, Vrnyacskabanyából, Szerbia más részéről is érkeztek termelők és kiállítók. Császár Teréz Romániából érkezett, különleges sajtokat kínál a rendezvényen. Vannak többféle sajtjaink, van a 3 hónapos érleléstől a 2,5 éves érlelésű sajtig, van viszont ez itten, ez 2 évig sóbányában van érlelve, akkor vannak erről a 6 hónapos érlelésű ízesített sajtjaink, vannak a köménymaggal, bazsalikommal, kakukkfűvel, dióval, ezek a mi különlegesek sajtjaink vannak. A rendezvény ideje alatt a legkisebbeket állatsimogató várja, ahol mangalica malacot és kiskecskéket lehet simogatni. Mivel 10. alkalommal szervezzük ezt a rendezvényt, meg szeretünk volna valahogy pecsételni, így minden sült kolbász mellé adunk egy tombolát, ami kedden 16 órakor kerül sorsolásra, és egy mangalica maracot fogunk kisorsolni, ami itt meg is tekinthető már. A gasztronómiai esemény szerdáig tart. Stephen Hawking szerint az emberiségnek 600 éve maradt a Földön. A világhírű fizikus szerint korunk két legnagyobb problémája a robbanásszerűen növekvő népesség és az emberiség csillapíthatatlan energiaínsége. Amennyiben ezen a két tényezőn nem tudunk változtatni, akkor 600 éven belül lakhatatlanná válik a Föld.
Hawking úgy véli, egyedül úgy maradhatunk fenn, ha elhagyjuk a bolygót és egy másik otthont keresünk magunknak. A legközelebbi csillagrendszer a 4,37 fényévre található Alpha Centauri pont ideális hely lenne a tudós szerint. Éppen ezért létfontosságú az emberi űrutazást lehetővé tevő projektek finanszírozása, véli a szakember. A magyar labdarúgó válogatott vereséget szenvedett, csütörtökön 2-1-re kikapott Luxemburg vendégeként barátságos mérkőzésen. A hazaiak szereztek vezetést a 15. percben, de nem sokkal később a válogatottba visszatért Nikolić Nemanja egyenlített. A második játék részben a több mint fél órát emberelőnyben futballozó Luxemburg Marvin Martins révén a 85. percben szerezte meg a győztes gólt, így Szénasi Zoltán megbízott szövetségi kapitány vereséggel mutatkozott be a kispadon. A magyarok idei utolsó mérkőzésükön jövő kedden 20 óra 15 perctől a világbajnoki résztvevők Kosztarikát fogadják a Grubama arénában. Magabiztos 2-0-ás győzelmet aratott a szerb férfi labdarúgó válogatott Kínában. A távol-keleti népköztársaság válogatottja nagyjából 20 percig volt játékban a sasok ellen. Jáji találatával már a mérkőzés első harmadában vezetést szereztek a vendégek. A játék során látni lehetett a meccs tét nélküliségét. Mindkét csapat szakvezetője több taktikát és felállást is kipróbált. A szerb válogatottra idén még egy mérkőzés vár a 2018-as oroszországi VB előtt. Az ellenfél Dél-Korea legjobb 11 futballistája lesz. Ők szintén biztos résztvevői a jövő évi világbajnokságnak. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Az elmúlt 7 év a nemzetegyesítés időszaka volt. A következő időszak a nemzet építésének időszaka kell legyen, mondta a magyar miniszterelnök a máért ülésén. Képzéseket indított az MNT az óvodás gyermekek nevelése érdekében. Komoly felújításon esett át az Óbecsei Gerontológiai Központ. Sertésnapokat tartanak Szabadkán. Köszönöm figyelmüket, a pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Most következik a közügyek, utána Kalamár is, utána Pannongazda. 7:30-tól a közelképben Magyar Kanizsa községnapja. A 20 órai híradót követően a Bihar grófja, Cárán Gyula című magyar dokumentumfilm a Pannon televízió műsorán. A késő esti híradót követően Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszédét láthatják, amelyet a Máért mai ülésén mondott. Holnap a Pannon Presszóban Huszka Szandi testépítő beszél sikereiről és terveiről, Varvai András szakács pedig a Márton nap kapcsán ajánl egy libából készült ételt. A Szabadkai Magyar Rádió holnap vallási műsorral is várja a hallgatókat. Én szép estét kívánok, viszontlátásra!